A Media Wave Fesztivál fődíja, a filmszemle első filmes díja, a filmszemle kisjátékfilmes díja, B. Nagy László díj, Jean Maskowitz díja, a filmszemle külön díja, Lokárnai Ezüst Leopárd díja, a filmkritikusok díja, Balázs Béla díja, a filmszemle Aranyorsó díja, Kanni Fipreski díj, kisebbségekért díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, a 67. Kanni Nemzetközi Filmfesztivál Uncertain Regard, egy bizonyos nézőpont elnevezésű önálló szekció, nem a hivatalos versenyprogram fődíja, a Fehér Isten című filmnek. Hölgyeim és uraim, ezeknek a díjaknak a birtokosa egy ember. Köszöntsék szeretettel Mundruczó Kornélt. Kösz. Jó színész vagy. Igen. Szóval köszönöm, hogy itt lehetek ezen a színes estén. Én írtam egy szöveget, és az jutott eszembe, még várakoztam, mint amit egy bizottság koncerten hallottam, hogy mondta Valhorn András, hogy akkor most hangoljuk le a közönséget. Én ezt föl fogom olvasni. Párhuzamosan egy kis illusztrációval, ami a legutóbbi filmem muszteréből lett kivágva. Jó? Szóval ebben a körben, hallotok, minden rendben, jó. Ebben a körben örömmel beszélek a személyes szabadság fogalmamról, de mint filmrendezőtől alig ha várhatják el tőlem a kérdés tudományos megközelítését. Miközben úgy gondolom, valódi örökségemnek tekinthetem a polgári középosztály magatartás mintáit, mint színházi és filmrendező lassan 2 évtizede foglalkozom olyan hősökkel, akik gyötrelmes küzdelmeken keresztül szállnak szembe sorsukkal, szenvednek el megaláztatásokat, buknak el vagy magasztosulnak fel éppen egy önmagát a nemzet gerincének tartó középosztály döntéseitől és kirekesztésétől sújtva. Az utóbbi években még inkább fontosnak érzem ezeket az identitás drámákat, ha úgy tetszik, morális példázatokat, mint azelőtt. Magyarországon ugyanis minden tekintetben megszűnt a társadalmi közmegegyezés. Pedig ha egy közösségben nem érték az őszintesség, a felelősségvállalás, a hűség, az emberi és szakmai becsület, ahol nem tisztelik minden ember, gyermek, öreg, szegény és beteg, és minden kisebbség méltóságát, ott nem csak gazdasági, intellektuális, nem csak gazdasági, hanem intellektuális és érzelmi károk keletkeznek. Ahogy Csehov szavaival éljek, ameddig egy társadalom elkülöníti a zavaró elemeket, addig legyőzhetetlen. És hogy ki a zavaró elem, azt a társadalom dönti el. Pedig a társadalmi szolidaritás nem múlhat közérzeti hangulatokon. Ha egy társadalom képtelen minden tagját egyenlőnek elfogadni, azzal nem csak impotenciájáról tesz tanúbizonyságot, de egyúttal képtelen lesz az újabb és újabb kihívásoknak megfelelni, tehát előbb-utóbb elkorcsosul. Annak a nemzetnek, amely Mária Terézia korában olyan gyorsan civilizálódott, a reformkorban öntudatot nyert, 1848-49-ben már csaknem polgárosodni is próbált, a kiegyezés után pedig valóban magára talált, sokat emlegetett szabadsága mára, mintha szólam más irányult volna. Mi történt azóta? Mai méltóságunk záloga mi? Nemzetünk legendákra büszke, irtózik a történelmi igazság megismerésétől. A rendszerváltás mámora, az uniós csatlakozás hőnállított kiváltságai, a jóléti társadalom álma mind semmivé foszlottak, a keserű belátástól a demokrácia közös akaratok és tettek terepe, ahol nem csak a kiváltság, de a felelősség is mindenkié. A teljes körű értékváltságban az elbutulás és közömbösség mértéke felfoghatatlan, de még az életcélok tekintetében sincs egyetértés. Az általános szellemi mocsárban már a szavak jelentése sem világos. Ez nem csak magyar jelenség, mintha a körülöttünk lévő világban sem lenne átfogó értékrend, melyhez viszonyulni lehetne. Egy idegen világban pedig az ismeretlen szorongás lesz úrrá. A reménytelenség és hitehagyottság annál erősebb, minél kevésbé valamiféle transzcendens dolog, de inkább saját szuverenitásunk hiánya éget. Ahogy azt az Alkonyvidék című könyvében a kedves szerzőm, a dél-afrikai Kötzi fogalmazza, milyen nehéz hinni önmagukban, ha senki nem hisz bennünk. Pedig a szabadság elsősorban felelősség számomra, önmagam és embertársaim iránt. Lemondani tudás a többen lenni, többlek lenni, vagy a nagyobbnak lenni silány ambíciójáról. Annak a felelőssége, hogy a szabadságomat csak is addig gyakorlom, ameddig azzal nem sértek mások szabadságát. A szabadságot tehát csak is morális és egzisztenciális korlátok között értelmezhetjük. Ebben rejlik a paradoxona. Kertész Imre azt írja a Gája naplóban, hogy a szabadság nem semmi, de nem is valami. Olyan dolog, amiben részesülünk, de soha nem birtokolhatjuk,
amire vágyunk, mint valami elérhetetlenre, de nem tehetnénk, ha eleve nem lenne bennünk a csírája, amely megelőz minden vágyat és gondolatot. Kertész szintén ellentmondásokkal teli gondolata a maga teljességében fejezheti ki az igazságot. A szabadság vágya tehát bennünk lakozik, mint aféle törekvés valami transzcendens iránt, akár csak a Tórában a hit és a hitetlenség közötti választás szabadsága. Kertész szerint a szabadság is belső választás kérdése, melynek az eszményiségét épp a döntés lehetősége biztosítja. Azért nincsenek tehát bizonyosságok a csodákra a hétköznapokba, hogy az emberi választás szabadsága ne sérüljön. A szabadság számomra elsősorban térélmény. A szabadság végtelenségének térélménye, melynek ellentmondása abban rejlik, hogy korlátok nélkül megélhetetlen. Tehát azt mondom, hogy ha szabad akarok lenni, egyszerre kell legyek konzervatív és liberális. És talán ebben a körben, ha azt állítom, hogy szemléletem konzervatív-liberális, azt nem értik félre. A szabadságot akár csak egy színházi vagy filmes térben csupán korlátok kialakításával tehetjük magunkévá, mely így egyszerre lesz végtelen és behatárolt. A szabadságteret kialakítani, tehát közös felelősségünk. Ha megfosztanak bennünket a korlátok felállításának lehetőségétől, a szabadságterünktől, egyetlen elv érvényesülhet csak, az erősebb kutya baszik elve. Úgy látom, az utóbbi időben a szabadság luxus cikké vált. Luxus cikké, melynek megélése nem adatik meg mindenkinek. Sokan pedig úgy gondolják, külső körülmények között nem engedhetik meg maguknak, hogy a szabadság megélését gyakorolják. Pedig annyi folytogató és káros ideológiától megfélemlített korszak után talán hinnünk szabadna abban, hogy szabadságfokunk növelése nem a sorsunk, hanem morális döntésen alapuló bátor tetteink következménye, és többé remélem nem a harc mezején. És talán együtt ünnepelhetnénk, hogy egy örökifjú társadalom túlesne a kishitű és szánalmas dackorszaknak kínjain, és végre saját felnőttségét ünnepelné. Hiszen könnyű elutasítani, sőt, elítélni extrém, csak ellentmondásokat hordozó korunkat. Annál nehezebb megérteni, elfogadni és kimondani, hogy a mi korunk, a mi életünk, a mi bátorságunk és a mi szabadságunk tükröződik benne. Ez a jelenünk, a mi időnk. És ha innen rámerünk pillantani, bátorság gyűlik össze bennünk, ugyanis a szabadság bátorság. Felnőtté válásunk bátorsága. Boldog születésnapot a 20 éves TASZ-nak, köszönöm, hogy meghallgattatok. Thank you.